Mintha csak tegnap lett volna az, hogy kameránkkal a Szent Pál Marista általános iskola ballagási ünnepségén jártunk. Gyorsan eltelt a vakáció, hamarosan véget ér a nyári szünet, a tanulók és a pedagógusok számára pedig szeptemberben elkezdődik egy újabb tanév. A napokban látogatást tettünk az intézménybe, ahol Dánielné Kacsó Andrea igazgatóasszony készségesen állt rendelkezésünkre. Megkértük, hogy összegezze a mögöttük hagyott pár hetet. A iskolánkban a ballagás és az évzáró után elutaztak a gyerekeink a Balaton mellé Erzsébet táborban, ahol egy hetet töltöttek. Ezután a tanodánk vállalta át a Szent Pál Marista általános iskola mellett működő TIP Marista tanoda, ami szintén a Mária iskola testvérek fenntartása alatt van, a kéthetes táboroztatást önkéntesekkel kiegészítve. Nagyon jól sikerült, gratulálok nekik a táborszervezéshez, és illetve a tábor megtartásához. Ez a mi gyerekeinknek is nagyon nagy lehetőséget nyújtott. A nyári szünetben megtörtént a tantermek frissítő meszelése, tisztító festése, valamint az udvaron újabb előtetők készültek, hogy a gyerekek minél nagyobb árnyékos területen tudják eltölteni a szabadidejüket. A tantermek is további eszközökkel bővültek. Újabb termünk felszerelését pótoltuk ergonomikus székekkel, hisz folyamatosan évről évre minden évben egy új terem frissül meg az új és gerinckímélő székekkel és asztalokkal. Most már lassan a szabadságolásnak vége lesz, és jönnek vissza a kollégák is, de mi már készülünk rá, robotikához rendeltünk eszközöket, azok már meg is érkeztek, hogy egy picit frissíteni tudjuk ez irányú tanítási folyamatunkat is, és a gyerekeink is találkozzanak a robotika bizonyos eszközeivel. Az intézményben személyi változások is történtek. Két új pedagógus is csatlakozott a tanári karhoz. Egyikőjük matematika, a másik pedig magyar szakon tud majd segíteni az oktatás során. Egy gyógypedagógiai asszisztens is érkezett az iskolába, hisz lesz olyan gyermek, aki majd igényli a segítséget a tanórai ellátás során is. A humán erőforrás tehát teljes mértékben biztosított az intézményben, mondta az igazgatóasszony. Dánielné Kacsó Andrea hozzátette, hogy az elmúlt években megszokott gazdag program kínálattal szeretnének kedveskedni a gyerekeknek a tanórákon kívül. Céljuk, hogy a gyerekeknek minél több élményt és közösségi programot tudjanak biztosítani a következő tanév során.